Ezzel a kivonulással akartuk kifejezni, hogy elítéljük mindazt, ami az elmúlt napokban, de mondhatnám, hogy az elmúlt időkben a Kárpátaljai Magyarság és a Kárpátaljai Magyarság érdekvédelmi szerve, elsősorban a KMKS, mint politikai párt, és a KMKS, mint társadalompolitikai szervezet, és az általunk létrehozott és működtetett alapítványok ellen zajlott és zajlik, hiszen ez lehetetlenné teszi mindezeknek a működését, destabilizálja a helyzetet Kárpátalján, és nem válik Ukrajna és Magyarország közötti az utóbbi években megromlott viszony javulására, a kiélezett helyzetnek a korábban barátság jellemezte állapotába való visszajutáshoz, illetve hogy kifejezzük szolidaritásunkat elnökünkkel és támogatásunkat abban, hogy ellene lett kihegyezve ez az egész akciósorozat, ami az elmúlt napokban lejátszódott. Kivonultunk, mivel nem támogatjuk egyik jelöltet sem az elnöki pozícióba, nem veszünk részt a vezetőség, a megyei tanács vezetőségének megválasztásában, de ez a kivonulás csak a mai plenáris ülésre érvényes, ami azt jelenti, hogy ha ez az első szesszió ma befejeződik, akkor a következő munkájában természetesen hajlandók vagyunk részt venni, és ha nem fejeződik be, akkor a második plenáris ülésre is hajlandók vagyunk eljönni és részt venni annak munkájában, hiszen abban vagyunk érdekeltek, hogy a megyei tanács az élet javításához, a kárpátaljai problémák megoldásához szükséges határozatokat elfogadja, és amennyiben mi azokat jónak találjuk, természetesen támogatni fogjuk. Minket azért szavaztak ide és választottak ide, hogy aktívan részt vegyünk a megyei tanács munkájában. A többség ma valószínűleg kialakul, kikristályosodik, valószínűleg ellenzékbe kényszerülünk, de ellenzékből is konstruktívan fogunk a hatalom együttműködni, hogyha az a kárpátalja és a kárpátai magyarság érdekét is szolgálja, és javaslatainkkal, szavazatainkkal támogatni fogjuk mindazokat a határozatokat, amelyek előre viszik Kárpátalja ügyét és a kárpátaljai magyarság ügyét. És remélhetőleg azokat a problémákat, amelyek most feszülnek és megoldásra várnak, az elkövetkező időben megoldódnak. Mi erre szeretnénk felszólítani azokat, akiknek ebben az ügyben tennivalójuk van. Mi ugyanis csak elviseljük az ellenünk irányuló atrocitásokat, de fokozatosan felszólítjuk a hatalmat, hogy ez fejezze be, szüntesse be az eljárást a KMKS által létrehozott gazdasági és más alapítványok ellen, illetve az üldözését a kárpátai magyarságnak, mert mi úgy érezzük, hogy ez most folyamatban van.